Star Portré. Mindjárt kezdünk. A forgatási helyszínt a Tropikárium rendezvényterem biztosította. www.tropikarium.hu. Együttműködő partnerünk a Klum Paprika Holland lakberendezési bolt, Érd. Minden, amitől lakása otthonná válik. A műsor együttműködő partnere a Moped Autó Magyarország Kft. aixam.mopedautohu.hu. A műsor korábbi adásait a starportré.hu oldalon is megnézheti. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt Star Portré. A műsorvezető Molnár Szabolcs. A műsor mai vendége Lajtai Kati énekesnő. Szia! Szia! Ha azt mondom, hogy észtország és tóparti nyaraló. Ó, hát most így a legelején a szíven találtál. Tényleg, jó értelemben? A szívem legközepébe találtál. Igen, természetesen. Én nekem egyébként ez egy félig titkos kis része az életemnek, tehát ez egy olyan hely Észtországban, egy családi nyaraló, ahol én úgy érzem, hogy na, az nekem a kezdet, és majd a vég. És a vég. Ki tudja, de hogy így a világ közepe ott van, és ha igazán erőt akarok meríteni magamnak, bárhova lendületet venni, egy új évhez, akármi, akkor azt ott tudom magamba szívni, azt az energiát. Az nekem egy mágikus, családi, nosztalgikus, szeretettel teli világ közepe hely. De tényleg a természet közepe, erdővel, tóval, réttel, faházikóval, mesével. Mese is van? Mert egyébként lehet, hogy van, aki nem tudja, hogy édesanyád észt. Igen, most te is félig észt vagy. Nekem végeredményben félig észt vér folyik az ereimben, és hát gyerekkortól kezdve jártunk ki a családhoz, és sok időt töltöttünk együtt, és most meg már én is viszem a saját kis családomat, sikerült talán minden évben nyáron kilátogatni egy hosszabb időre, és akkor annyira elvonatkoztatott a világtól, vagy az életem többi részétől, vagy úgy a gyakorlati, valóságos élettől nekem az a hely és az a világ, hogy olyan, mintha kicsit mesébe csöppennék tényleg az erdőben, a piroska, és nincsenek farkasok. Azt akartam mondani, hogy azért is ott van. Tényleg ez a mesebeli táj. A nagymama ott van. A nagymama ott van, így van, még 92 évesen is ott van a nagymamám, és nagyon jól van. Tehát, hogy így a mesének a pozitív oldalaival, de mégis tényleg a valós pörgéstől és világtól és azoktól a témáktól és attól akár a nyelvtől is. Tehát teljesen ki vagyok olyankor szakadva Magyarországból is, meg az itteni életemből is, és akkor nekem az mindig egy ilyen, ezért mondom, hogy mese, hogy egy kicsit ilyen elvonatkoztatottabb, lebegőbb, pihenőbb én. Érdekes dolog ez, de egyébként te teljesen jól beszélsz észtül. Sajnos nem. Ez életem egyik szomorúsága, de hát még nincs vége, tehát mondjuk lehet, hogy még gyűjthetek erőt és időt, hogy nem beszélek azért nagyon jól. Nem adnak el elgagyarászók, és a nagymamámmal megbeszélgetjük a konyhaügyeket, de egyébként komolyabb diskurzusban nem tudok belekezdeni, tehát lenne mit tanulnom. De majd most, ahogy a Mátémat tanítgatjuk, majd vele én is gyűröm. És el tudod magad képzelni mondjuk észt színpadon, mint ahogy énekelsz észtül dalt? De érdekes. Ezzel még sose gondolkodtam. Annyira más, hogy még az énekes énem is. Csak néha-néha felvillantott a családi körben, de egyébként, mint karriert, sosem gondolkoztam benne, hogy Észtországban koncertezzek. Valószínűleg lenne egy kis félsz bennem azért kiejtés szempontjából, tehát annyira nem vagyok otthon a nyelvben, hogy észtül bevállaljak. De ki tudja, fel is tréningezhetném magam. Ez egy jó kihívás, jó ötlet. Ezen még nem gondoltam, lehet, hogy ez lesz a jövő. Na tessék. De egyébként a kórus, azt te mondtad, hogy a kórus, az nagyon fontos nekik a kórus. Neked is van kórus az életedben itt? Budapest Voice. Így van. Hát ilyen szempontból az életemben a kórus hagyományt ugyanúgy
fontosnak tartom, és viszem, mint Észtországban, amire utalsz, az most egy kicsit így kifejtem, lehet, hogy nem mindenkinek ismerős az a dolog, hogy Észtországban az álom, most így ez most rondán hangzik, hogy Kodálynak az az álma, hogy mindenki énekeljen, és az egész ország énekel, ami annak idején elég erőteljesen azért el is indult, és jelen volt, már egy kicsit megkapott ez a mozgalom. Na de Észtországban nem, ott nagyon jelen van, mai napig minden iskolában, minden osztályban, minden létező közösségben a kórus éneklés az egy teljesen természetes része az életnek, és komoly hagyománya van az együtt éneklésnek, nem csak egy kis csoportnak, hanem a sok kis csoport összegyűlik, és akkor azt hiszem 4 évenként nagy ének- és táncünnepeket tartanak, amit több tízezres, százezres éneklő kórust kell elképzelni, és hát nekem pedig a Budapest Voices adja itthon az együtt éneklés örömét, ami tényleg egy létező varázs. Kétségben, mert ti nem egy óriási nagy kórus vagytok, de egyébként 12-en vagytok? 12-en éneklünk, és egy dobosunk van. Uh-huh. Tehát a kapella csapathoz képest sokan vagyunk, uh-huh. de valóban mondjuk egy nagy énekkarhoz képest viszont a 12 fő az mondjuk egy ilyen kamarakórus. De hát a műfaj is, amit választottunk, az sem szokványos, tehát hogy magyar alternatív rockdalokat dolgozunk fel, az is kicsit ilyen merész, eddig nem kipróbált ötlet, úgyhogy izgalmas kihívás is nekem most már 5. éve Igen. a kórussal. Most pont az jut eszembe, hogy a hullámzás, hogy neked voltak krisztál évek, és népszerű évek, és siker hullám, és abban fürdés, gondolom, és aztán csendes évek, néhány csendes év volt csak talán, és aztán most megint, én legalábbis kezdem érezni, hogy neked most megint a siker hullám egyre erősödik, hogy tényleg megvan egy ilyen hullámzás, és hogy miközben a hullám valahol tart, te közben nyugodt vagy, ha fent van, ha lent van, hogy így is úgy is lesz fent is, lent is? Érdekes annyira, tehát nyugodtságot említed, valóban nem stresszelek azon, hogy hol vagyok éppen így a hullám tengeren, tehát nem azon jár az eszem, hogy hol kéne lennem most éppen, vagy majd egy év múlva. Az más, hogy tervezget az ember és álmodozik, de ilyen nagyon éhes vágy sose volt bennem, hogy más legyen éppen akkor az életemben, ami van. A hullámzást az is adja nálam, hogy nagyon sok mindenfélével foglalkoztam. Amikor a krisztál időszaknak vége volt, akkor hirtelen így egyszerre pár lovat megőve tanultam, tanítottam, sok minden volt az életemben. Az is volt tényleg egy ilyen hullámos tenger, hiába nem mondjuk a Rivalda fényben zajlott. De nem zavart közben téged, mert nem. Szerintem téged tényleg nem zavart az, mert sokszor mégis az történik, hogy nagy Rivalda fény után, hogyha az nincs, akkor nem tud akkor magával esetleg... Akkor beszorul az ember. Beszorul. Én nekem nem ez volt, így van. Hát, tehát én kerestem magamnak, kutattam, hogy mi az, ami örömet okoz, és meg is akartam pihenni ebből a fentlétből, úgymond, és nagyon élveztem azokat a dolgokat, amiket magam köré gyűjtöttem. Aztán abban is bele tudtam azért egy kicsit fáradni, és aztán az élet hozta az újabb korszakokat. Most a Budapest Voices-ról beszéltünk, az megint egy színpadon állás, megint egy zenei feladat, az nagyon felpesdítő dolog. És ez a legnagyobb új időszámítás természetesen a gyerkőc hozta az életembe, aki valóban így tett egy ilyen vonalat, hogy előtte és utána, és akkor most már természetesen őt figyelembe véve fogja az ember az hullámokat majd megszörfözni, azért már kicsit tudatosabban, óvatosabban, hát vele együtt tervezve. Máté, aki most már 20 hónapos. Igen. De egyébként önismereti tréningeket is még korábban tartottál, lehet, hogy tulajdonképpen hogy azzal is foglalkoztál, akkor magadat is gondolom figyelted, úgymond helyre tetted, mindig megtaláltad, hogy miket kellene most csinálni, hogy jól működj. Az biztos, hogy az ember segítségére van, szerintem, hogyha gondolkodik, figyel, és tudatosít dolgokat. Tehát ezt fontosnak tartom, azt nem mondom, hogy én mindenben ilyen hű, de kiszámított és tisztánlátó vagyok. Törekszik az ember.
Hát azt mondod, gondolkodik és figyel, mondjuk, hogy mi történik körülötte? Igen, igen. Figyel, megfigyel, vagy irányít? Mert van, aki irányítani szeret, hogy igen, igen. Azt szeretem azért, hogyha én döntöm el, hogy mi van velem, és akkor én ezt akarom, ez lesz. Ez az egyik gondolom, meg van, aki pedig figyel, megfigyel. Ez nagyon érdekes, amit felvetsz most kérdést, mert aki csak figyel, az is valójában egy pillanatban megérzi, hogy na, ez az én sodrásom, ez az én hullámom, erre kell fellépnem. És valahol azt is vehetem egy irányításnak, hogy én úgy irányítom az életemet, hogy figyelek, hogy mikor kerültem abba a pillanatba arra az útra, amit választok. Talán inkább ez jellemző rám, tehát érdekes, hogy maga az irányítás az lehet egy ilyen finomabb verzió, vagy lehet egy keményebb, másokat háttérbe szorító. Talán én nem az vagyok. De a gyermeket is milyen jó néha csak figyelni, ja, igen. Vagy rájuk figyelni, igen. És nem mindig csak mi akarjuk eldönteni, hogy így most éppen van. Merre menjem is. Tehát, hogy nem mindig ráerőszakolni azt, amit én mondjuk neki akár jónak látok, de én döntöm el, hanem csak úgy figyelni, hogy ő miben van. Miben van, és mi jó neki éppen. Én néha azt figyeltem meg, hogy egy kicsit több türelemmel, vagy még több türelemmel, tehát még úgy mondom, türelemmel az ember egy picit vár, akkor szinte magától megtörténik, amit egyébként is szeretnék, mondjuk egy perccel hamarabb. Igen, igen, ezt én is tapasztaltam már, hogy a bizonyos célhoz eljutni sokszor érdemes ilyen kis megtorpanással, tehát megvárni, amíg megérik a pillanat a gyerekben is arra, amit mi szeretnénk. Igen, volt, amikor erőszakosabb voltam, hogy akkor most már nem tudom sietni, és volt, amikor egy pillanatra hagytam ezt a kis megtorpanást, és utána könnyedén siklottunk át egy, nem tudom, egy akármilyen hétköznapi dolgom. Ja, ti egyébként jól vagytok, szerintem. Jaj, jól nagyon. Vagytok? Na. Hála Istennek, jó ezt látni, és tényleg, hogy anyuka, baba, együtt a család, és most még költöztetek is egy még jobb, kellemesebb, nyugodtabb, csendesebb helyre. Egy költözés mondjuk nagy macera, meg átépítkezés is volt, tehát az egy melós életfeladat szinte, aki már átélt élet, az tudja, hogy mire abból egy újra otthonnak mondható helyzet van a család életében, azért az nagy meló, meg sok idő, de közben meg nagy reményekkel is van az ember, hogy tényleg egy új szép és az eddigiekhez képest szebb közös otthon meg élet lesz, igen. És egyébként számíthatunk rátok olyan szempontból, hogy majd hosszú évek, évtizedek múlva is lehet látni, hogy de jó, itt egyben van a család, lehet, hogy majd jön még egy gyermek, vagy ha csak Mátéval együtt, de hogy egyben van is. Mert az ember kinéz a világba, akkor azt látja, hogy mindenhol minden szétpereg, mindenféle zűrzavarok, nem tudom. Ilyen szempontból kérdezem, hogy számíthatunk-e rád? Hát én számítok rá, igen. Tehát, ha én számítok, számíthatok rá. De tényleg, hát ahogy mondod, az élet az produkál ezt-azt, de én számítok erre, én szeretném ezt, igen. Örülök neki. Oké. Okay. Oké, okay. És akkor egyrészt van egy Budapest Voices vonal, de te szólóban véletlenül nem fogsz megjelenni mondjuk két év múlva, vagy mondjuk még idén, vagy nem tudom, valamikor, hogy egyszerűen Lajtai Kati színpadon, Lajtai Kati. Ez egy minden évben, hát többször felmerülő kérdés, akár beszélgetések kapcsán is, meg bennem is, hogy na, ott van ez a kis vágy, mindig ott volt. Mikor lesz ebből valóság? Az az érdekes, hogy most a gyerkőccel való újjászületés után, nem tudom, szerintem sok anyuka megélte már ezt, olyan, mintha így előről kezdeni az ember az életét, tehát hogy most úgy azon gondolkozom, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Viccesen. Tehát, hogy vissza akarok-e menni, ugye én nem... Sosem dolgoztam ebben a reggel 8-tól 4-ig egy ilyen viszonylag, hogy mondjam, behatároltabb vagy feszesebb munkahelyen, hanem egy ilyen szabad ezzel, azzal, amazzal mindenfélével foglalkoztam, és közte a zenével. De mégis most azon gondolkodom, hogy visszamenjek-e abba
a sűrűségbe és azokba a feladatokba, amiben a Máté előtt voltam. Vagy pedig most itt van a nagy levegő, és most jön az, hogy... Bármi. Hogy egy kicsit váltok, ennyire, kicsit? Hogy a saját anyagot mondjuk megcsinálom, és most az időmet, energiámat nem az eddigi feladatokba teszem bele. Hozzáteszem, már rögtön jön a gondolat, amit már említettél, és a művészetterápiás önismereti tréning, azért azzal is kéne foglalkozni. Hát meg azért a Budapest volt, hisz, nem szabad elhagyni, és akkor így már akkor végül, telik is az életbe. És akkor végül is mégiscsak azt folytatnád, ami volt előtte, Máté előtt is, nem? Mert azok voltak előtte. Igen, szerzett még billeg bennem. Nagyon nem fogok más csinálni, de mégis van bennem egy ilyen, most mihez van kedvem igazán? Érzés és gondolkodás, ezt rágogatom most magamban. Lehet új életet kezdeni. Szerintem ezt sokan megteszik, és most így hirtelen jut eszembe az a gondolat, hogy lehet, hogy gyerkőc születésével bennünk is ugye egy ilyen tiszta lap alakul ki, hogy itt egy új élet. Nekem nem lehet még egy új életem? Tehát, hogy így, meg az ember már idősebb, meg telik az idő, szóval, hogy így megadni magának azt az új lehetőséget, amit eddig mondjuk nem. Kényszerűségből, megszokásból, nem tudom, nem adott meg. És akkor ilyenkor az ember azt mondja, hogy értékes az idő, megtisztelem magamat is, ahogy a gyerekemet megtanultam szeretni és tisztelni. Most akkor magamat is szeretem és tisztelem annyira, hogy kitalálok esetleg valami olyat, ha eddig nem abban éltem, amit igazán kedvel és belső tűzzel tudok csinálni. Szerintem nem egy és nem kettő anyuka gondolkodik el ilyenkor ilyesmin. Egyébként, ha mondjuk egy nő még éppen nem tudja, hogy mi lenne a tiszta lapon, jöhet még egy baba, most csak az jutott eszembe, és akkor még lehet egy kicsit gondolkozni. Biztos, hogy ilyen is van. Aztán... Meg hát nem véletlen azért, hogy általában 2-3 év van gyerkőcök között, szóval úgy én is érzem ezt a vágyat, lehet, hogy hát akkor most menjünk tovább, persze, tesó. Tehát azért van ez is benne, hogy ebbe úgy akkor bele szoktunk, most már tudjuk, hogy milyen, és szívesen folytatjuk tovább a gyerkőcnevelést. És aztán egyszer csak akkor legyen szóló is. Azt kívánom. Én nekem ezt köszönöm, az egyik legjobb kívánság. Jövőre. Szóló, önismereti tréning, igen. De biztos a Budapest Voices-ra gondolsz, mert az meg mindent megelőz. Így van, az a valóság, és a legközelebbi jövő, az az 5. hó 5-én 5 éves születésnap ünneplés lesz a Budapest Voices részéről. Óbudán, egy ilyen nagy szabadtéri buli keretében. Úgyhogy a vágyak és az álmok és a kívánságok mellett, előtt igazából most ez a nagy cél, hogy az egy jó sikerült, jó hangulatú szülinapi bulink legyen. Hát biztos az lesz, de ti mindig valamilyen csibészséget is szoktatok csinálni, mindig, minden alkalommal, vagy minden évben legalább egy csibészség. Idén több csibészség is lesz. Az egyik mondjuk egy új lemez, az majd ősszel, annak az ötlete csibészség vagy újdonság nem egészen annak a folytatása, amit elkezdtünk, hanem egy forradalmi csavar. A másik egy másik csibészség, de azt sem mondhatom még el, mert 98%-os készültségben van a dolog, de úgy is hallani fognak róla a nézők, remélem minél szélesebb körben, mert egyébként egy fontos témát fogunk majd aláhúzni a koncertekkel, jelenléttel. És egyébként ez tényleg meg is történik, hogy évről évre, ahogy halad, most 5 éves a Budapest Voices kórus csapata, és mentek, és én el tudom képzelni, hogy 25 év múlva is ez a csapat, ez mindig megy és működik, és közben lehet, hogy neked is már szóló, és minden más, és már 3 gyermeked lesz, és szóló karrier, meg minden, de a Budapest Voices az mindig megy. Én is el tudom képzelni, nagyon sok színű a csapat, ebben is van az ereje. Ez is a játékról szól. Uh-huh. Úgyhogy én is kívánok mindenkinek jó játszadozást az életben. Köszönöm. Örülök, hogy összeültünk. Köszönöm. Találkozzunk legközelebb is. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt Star Portré. A forgatási helyszínt a Tropikárium rendezvényterem biztosította. www.tropikarium.hu
Együttműködő partnerünk a Klum Paprika Holland lakberendezési bolt, Érd. Minden, amitől lakása, otthonná válik. A műsor együttműködő partnere a Moped Autó Magyarország Kft. aixam.mopedautohu.hu. A műsor korábbi adásait a starportré.hu oldalon is megnézheti. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt Starportré. A műsorvezető Molnár Szabolcs.